Én a felsőoktatásban dolgozom, főleg ilyen oktatási jellegű konferenciákon szoktam részt venni, vagy ilyen megbeszéléseken, vagy fejlesztésekben, akár amilyen állami jellegűben is dolgoztam már, ahol gyakorlatilag módszertanokon dolgoztunk, középiskolai módszertanokon, de minden olyan dolog érdekel, ahol tud fejlődni az ember. A magyar zeneipar, mint hogy az egész zeneipar szerintem nagyon-nagyon változó, de mindenképpen vannak tendenciák, és ez például pont ez a kis ilyen előadás sorozata arra jó, hogy az ember azért tisztázza önmagában azt, hogy mik ezek a tendenciák. Nyilván az internet megváltoztatott egy csomó dolgot, tisztán látszik, hogy az élőzene az egyre fontosabb lesz, pont amiatt, hogy egyre fontosabb az internet. Tehát mindenfajta olyan offline megjelenés, ami ellentéte az internetnek, és mondjuk valaki itt tiltakozik a net ellen, akkor annak egyre fontosabb lesz ugye, hogy egy offline eventen, például egy koncerten, vagy mondjuk akárcsak egy háziburul is beszélhetünk, ahol mondjuk zenét hallgatnak, vagy mondjuk egy szobakoncerten hallja mondjuk a zenét. Úgyhogy vannak tendenciák, és a magyar zeneipar pedig olyan, amilyen kicsi. A Be The First gyakorlatilag egy szóló produkcióként indult el, olyan dolgokat akartam megvalósítani, ahol nem konszenzuson alapszik a döntés, hanem mindenben én döntök, azért, mert fontosnak tartottam azt 36 évesen akkor, 2011-ben, hogy egy csomó olyan döntést meghozzak, amit egyébként egyedül én nem tettem meg. Ez ugyanolyan fontos, mint mondjuk egy párkapcsolatban, tehát ott is mindig egyedül csömmoszol az ember, nem pedig a barátjainak a véleményére hagyatkozik, vagy a közöttük levő konszenzus, hogy hát ha ezt csinálnak, akkor biztos jobb lenne, nem. És pont emiatt olyan dolgokba tudtam beleugrani, ezek miatt a döntések miatt, ami újabb inspirációval töltött el. Tehát abból is látszik, hogy 3 vagy 4 éve van a zenekar, és most már a 3. albumot adom ki ebben az évben. Tehát gyakorlatilag nem sokára megjelenik a 3. album, körülbelül októberben lesz a lemezmutató, és már tervezem a következő albumot. És mondjuk ilyen szempontból, hogy visszakanyarodhatok a zeneiparra, hogy nagyon-nagyon fontos törekvésnek látom azt, és amit fönn is kell tartani, de ugye ez rajtunk művészeken is múlik, amit ugye az NKA, illetve az egész ugye magyar állam csinál ugye az artisziuszos bevételekkel együtt. Nyilván itt sírhat az egyik szemem, sír, hiszen az én jogdíjaimba veszik el, viszont visszapályázhatok csomó olyan pénzt, amire mondjuk máskor nem tudtam pályázni. És kontrolláltan van elköltve gyakorlatilag az a pénz, amit egyébként is megkerestem volna, és szerintem ez jó. Fantasztikus énekesek voltak a kezem alatt, meg zenészek. Az első tanítványom a Mujahid Zoli volt, én nagyon-nagyon szeretem, aki most szintén most kezd elég erősen előre törni, ez a Gájer Bálint. Ő is az elsők között volt. Schoblocher Barbara, aki a Blaha Louisiana-ban énekel. Schmidt Barbit is tanítottam, aki még Megasztáros volt annó. Ők jönnek hirtelen eszembe, meg akit mondjuk játszik a rádió, ugye azzal jobban tudnak azonosulni a közönségben, úgyhogy őket tartom nagyon-nagyon tehetségesnek. De nem csak őket, hanem amik nagyon sok gyakran, és akkor gyakorlatilag itt állnék egész estig. Nyilván a feleségemet nagyon tehetségesnek tartom, és minden olyan produkció, amit most csinál, az egyébként nagyon erős, pont egy NK-os turnét csináltunk együtt. Van egy újabb zenekar is, ugyanúgy nekem a Be The First, ő alapított egy rockzenekart, ugyanúgy egy triót, és az a neve, hogy River of Lust. És gyakorlatilag automatikusan kezdik már lájkolni, tehát mindenfajta promó nélkül. Ez egy pszichedelikus rock formáció, mint hogy a Be The First is. Úgy látszik, hogy most ebben a periódusunkban vagyunk.